Az igazság, hogy én ezt tegnap reggel vettem észre, mert jöttem megnézni a kiállítást, hogy minden rendben van-e, és ledöbbentem. Tehát az első egy nagy döbbenet volt, a második a sírás, és utána pedig azt gondoltam, hogy ez szégyengyalázat, és aki ezt művelte, ugye akkor még nem tudtuk, nem voltak meg a tettesek, most már tudjuk, hogy ketten voltak. Én nem szeretek csúnya szavakat használni, szégyeljék magukat, és remélem, hogy elnyerik a méltó büntetésüket, mert a büntető feljelentés az megtörtént. A második kérdés az pedig ugye arra vonatkozott, hogy a társadalom hogyan tolerálja. Hát, ha akut dologról beszélünk, akkor itt ez a negatív példa, tehát van a toleranciára negatív példa is, mert önkényuralmi jelképek használata és bizonyos szintű személyremsértés az nem megengedett, sem az épp társadalommal, sem pedig a sérült társadalommal szemben. Azonban vannak jó példák is, de ez még, én azt tudom mondani, szülőként tapasztalva, hogy kibontakozóban van. Ez a kiállítás is, és a múlt heti egész megmozdulás az arról szólt volna, hogy nyissunk a társadalom fele, hogy ne csak családi napokat rendezzünk.